Fékeknél ég a lámp is. Nagyszüleink idején minden udvaron volt kemence, és hetente süttek kenyeret. Csík és Gyergyó vidékén nem termett meg a búza, így roskenyeret és árpa kenyeret süttek. Hat tagú családnak legalább 50 ár szántóföldre volt szüksége, ahol megtermelte arra az évre a kenyérhez szükséges gabonát. Férjhez menéskor a leánya hozomány mellé mindig kapott egy darab földet, és nem mehetett férjhez addig, amíg nem tanult meg kenyeret sütni. Amikor még vízimalnyok őrölték meg a gabonát, akkor a korpa nem választódott külön. A gazdasszony kétszer is át kellett szitálja a lisztet, először drótszitán, majd fátyolszitán. A székelyek mindig visznek a tarisnyába házi kenyeret, akár mezőre mennek, akár búcsúra. A sütésre való készülődés már előző este elkezdődik. A gazdasszony a liszt egy részét beleszitálja a tekenyőbe. Ebbe teszi a megtört pityókát és a langyos vízbe feloldott kovászt. Ezt jól elkeveri és összegyúrja a liszttel. Még a magyarok, mikor voltak 7 éve, vagy mennyi volt, félkurkoiglál egy csoport magyar, azok jöttek, hogy öltek, kevét volt, hogy háromszor süssek egész héten egy. És hogy mindig fogadta, de itt ültezték jól magukat. Itt kellett süssük a kürtöt, csak kenyeret, csak bivet, és a fényképei annyi vannak. Azokról is csak nem szeretik. Megszórja a tészta tetejét liszttel és letakarja. Állni hagyja másnap reggelig. Attól függően, hogy mekkora a család, a gazdasszony akkora adagot süt. Ha kisebb a család, ilyenkor a szomszédok együtt sütnek. A nagyobb kemencékbe befér akár 8-10 kenyér is. A sütés korán reggel kezdődik. A gazdasszony megdagasztja a tésztát, kenyerenként 2 kiló lisztet szitál. A lisztet összegyúrja az előző este elkészített kovásszal. Kér, húzz a kolomit neki, mert csak langyos vizet tölt a tésztához mindaddig, amíg megfelelő lesz a kenyértészta. Még hozzátesz ízlés szerint sót. Addig gyúrja, amíg a tészta elválik a kéztől. Mi a tűthetet, hogy... Igaz,
Hát akkor mi beveszed, okosom és tegyek a lisztet. Hát nézd meg, hogy mennyit mi szoktál dolgoztani a lisztet? Menjem, dolgozom, mióta menjem ró. Hát egy jó finom tészt aztán, nem tudom. Nincsen az a kicsi. Jól van az Ali. A megdagasztott kenyértésztát meghinti liszttel és letakarja tésztatakaróval. Amíg kell a tészta, addig begyújtnak a kemencében. A fát 50-60 cm hosszúba vágják és felhasogatják, hogy jól megszáradjon. Legalább egy évet száradni hagyják, mert a sütéshez jó száraz fenyőfa szükséges. A kemence nagyságától függően 8-12 szál fát raknak be, de nem akárhogyan. Alul tesznek két vastagabb fát. Arra keresztbe raknak egy sort, majd még egyet. Forgácsot tesznek a fa alá, és meggyújtják. Amikor a tűz annyira leégett, akkor a szenet szétverik. A kemence szádát elzárják egy fémlemezzel, hogy a kemence jól kihevüljön. Amikor a szén kezd elhamosodni, akkor a szénvonóval kihúzzák a kemence szádába. Nedves penetellel kisöprik a forró kemencét, így a kemence kész a sütéshez. Kezdődhet a bevetés. A megkelt kenyértésztából a gazdasszony szakít egy darabot. Nem is kell megmérje, hogy mekkorát szakít, hisz hetente süt, és olyan gyakorlata van, szinte dekára egyformák a kenyerek. Kezét megvizezi, és addig hajtogatja a kezével a megkelt tésztát, amíg jól összeáll. A kiszakított darabot a meglisztezett bevetőlapátra teszi, késsel 2-3 helyen megvágja, és beveti a kemencébe. Az első kenyereket körbe rakja a kemence fala köré, majd közepébe is tesz. Hol ér hangot? Összefornod, de elvágjuk. Már egyszer tapogassam el az ujjmot. Ami tészta marad a tekenyőben, az kanállal kivakarják. Egy részét kovásznak félreteszik a következő sütéshez. A kovászt cserépedénybe lefödve hűvös helyén többnyire kamrába tartják a következő sütésig. A megmaradt kenyértésztába cukrot tesznek, kevés szódaport, ezt jól összegyúrják, és ebből készül a vakaró. A gyermekek kedvence. Bevetéskor ismét elzárják a kemence szádát, és egy órán át nem szabad kinyitni. Egy óra múlva a szénkivonóval megmozgatják a kenyereket, és ismét egy órán át sülni hagyják. Hopp! Hova tegyük? Széklábra, jó? Amíg a gazdasszony kimossa a tekenyőt, látogassunk el Székelyvarságra, ahol Berkeci Gizella elmeséli, hogy ő hogyan készíti a házi kenyeret. Székelyvarság a Nagyküküllő forrásvidékén fekszik, Hargita megye legnagyobb szorványtelepülése. Természeti szépsége lenyűgöző.
Este kovászt keverünk. Hagyunk meg egy kicsi kovászt a tésztából, és főzünk pityókát, úgy hívjuk mi egy pityóka. És akkor ezt kavarjuk a liszttel és a kovásszal, és reggel fogunk dagasztani. És akkor körülbelül akkor olyan két óra után, akkor gyújtok be kemencébe. Fenyőfával minden esetre jó száraz fos, jó meg van vékonyítva, és azzal. És amikor lássuk, hogy ott körbe ott meg fehérödik a tégla, akkor látom, hogy megvan hevővel a kemence. És akkor utána vessük be kenyeret, és két óra múlva szedjük ki. Igen. Egy hatott hátát, és a szépen bévát ért. Ha két órát sült, kiszedik a ropogós házi kenyeret a tekenőben. Megverjük egy fapálcával, és ha szükséges, meg is reszelik. Nekem próbál még egy rongyó kisebb lenni. Halkányi szín nem marad. Na tessé, a csongos sem megre. Na most te. Most hogy? Aha. Na igen, csak olyan állsz, hogy... A meleg, ropogós házi kenyeret a tekenőbe rakják, letakarják abroszokkal, még nájlont is tesznek rá, hogy a kenyér karéja puhán maradjon. A sütéskor a szomszéd gyermekek is bemennek a kenyérillatra, és együtt eszik meg a hamuba sült vakarót. A kenyérsütéshez szükséges eszközök egy jól elkészített kemence, a tekenyő, ami juharfából vagy nyárfából készül, a penetel a kemence kisöpréséhez, a szénvonó és a bevetőlapát. De a legfontosabb mégis az ügyes háziasszony, aki az eszközök segítségével a kenyérhez szükséges hozzávalókból nagy hozzáértéssel elkészíti a finom házi kenyeret. Családi asztalnál megszelés előtt keresztet rajzol a kenyérre, ezzel adva hálát a teremtőnek a mindennapi kenyerét. Hosszú és fáradtságos munka a házi kenyér sütése, de az ünnepi asztalról ma sem hiányozhat. Elkészítése bizonyíték arra, hogy a székelyeknél ég a lámp is. Pifogom a lovam, pifogom a lovam. Inkább fognád be a pufádot, Gergi.